A délutáni programban hivatalosan is bemutatták a szakszervezet 25 éves évfordulója alkalmából írt könyvet. Mielőtt belepillantanánk az ebből az apropóból rendezett ünnepségbe, jöjjön pár gondolat a szerzőtől, illetve megismerhetjük az Audi Hungária vezetőjének a véleményét is. Nagy vállalás volt, és ez akkor derült ki, amikor elkezdtük a könyv készítését, ugyanis fogalmam nem volt, mint hogy én azt gondolom, nagyon sok embernek nagyon kevés fogalma van arról, hogy egy szakszervezet hogy épül fel, hogy ez a sok rövidítés, amiről az elején még nem tudtam, hogy mit jelent a KS, meg az ÜT, aztán kiderült, hogy üzemi tanács, meg kollektív szerződés. Szóval belecsöppentünk a közepébe, és ahogy évről évre haladtunk előre, ahogy elhangzott itt a könyvbemutatón is, óriási segítség volt. Tehát én a mostani elnökkel, Németh Sándorral, illetve a korábbi elnökkel két régi motorossal ültünk le, és ők a 25 évüket elevenítették fel, évről évre haladtunk előre, ők nem is gondolták, hogy engem is tanítanak arra, hogy hogyan született meg a szakszervezet, hogyan néz ki egy szakszervezet, hogyan működik egy szakszervezet, és én azt láttam rajtuk, hogy ők maguk is velem együtt fedezik fel azt a negyed évszázadot, amelyet ők végigcsináltak anélkül, hogy ezt valószínűleg átgondolták volna, hogy mit tettek le az asztalra, hogy mit tanultak, hogy hogyan jutottak lépésről lépésre. Egészen 2019-ig, amikor volt a nagy sztrájk, és mindenki róluk beszélt, de ehhez a sztrájkhoz, és a végén akkor kimondták, kellett az a 25 év, hogy sikeresek legyenek, hogy megtanulják, hogy hogyan kell ezt szervezni, hogy kell ezt csinálni. Ők megtanultak szakszervezetnek lenni, meg megtanultam, hogy mi az a szakszervezet. Tényleg rengeteg sztori jött elő, és rengeteg olyan sztori, ami nem került bele a könyvbe természetesen, mert már a hely hiánya véget, így is 260 oldalas terjedelmire kész, sikerült ezt a könyvet létrehoznunk. Én azt gondolom, hogy ez rengeteg emléket fog indukálni azokban az emberekben, akik ezt a könyvet el fogják olvasni, és van valamilyen kötődésük az Audihoz, mert ők ezt biztos, hogy egy kellemes élményként fogják megélni. Egy picit mindenkiről szól? Tehát, hogy egy olyan valaki, aki más cégnél dolgozik, elolvassa saját magára is ismerhet? Hát remélem, hogy talán igen, de én azt gondolom, hogy ha úgy gondolom, hogy Audi viszonylatban, akkor igen, mindenkiről szól, mert a szakszervezet nem egy, két, három emberről szól, hanem a munkatársak összességéről, és ahogy itt többen is említették, hogy a 12.500 fős munkatársi csapatunkból most jelen pillanatban 9.000 szakszervezeti tagunk van. Azt gondolom, hogy igen, ez a könyv mindenkiről is szól, mert ez csak az ő munkájukat tükrözi, az ő elmúlt 25 évüket. Ki lehet emelni bármit is a szakszervezet elmúlt 25 éves munkájából, vagy pont ez a létszám adja meg azt, hogy ez siker? Én nem ragadnék ki belőle pontokat. Tehát sztorizni jól belőle, de én azt gondolom, hogy összességében a mai nap eredményeit, ha most belenézünk a tükörbe, és azt mondjuk, hogy mennyire elégedettek azok a munkavállalók, akiket képviselünk jelen pillanatban az Audi Hungáriánál, akkor azt tudom mondani, hogy remélem, szintén nem kijelentés, de remélem az, hogy a munkatársaink nagy többsége elégedett azokkal a körülményekkel, amelyeket a szakszervezet az elmúlt 25 évben meg tudott teremteni a számunkra. Sokszínű, lelkesítő, látszik, hogy rengeteg munka van benne, és szívteli üzenetek. Vannak fontos történeteknek, ma a történetek mindig emberekhez kötődnek, és igyekszem ilyenkor mindig a jó élményeket előhozni. Amikor valamit sikerült megvalósítani, amikor felépítettünk egy motorgyárat, egy autógyárat, az egy hatalmas nagy dolog volt, vagy amikor az óriás préseink elindulnak a szerszámgyárba, és az ütemes, nem is dübörgés, de belerezeg még az ember belső rendszere is, hogy mennyire csodálatos dolgokat tehetünk itt a vállalatnál. Kívülálló, amikor hall a szakszervezetről, akkor mindig azt hallja, hogy a szakszervezet tárgyal a vezetéssel azért, hogy több pénz legyen. Viszont azt gondolom, hogy nagyon sok olyan történet is van, amikor tárgyalnak, ami nem feltétlenül arról szól, hogy valamiről meg kell egyezni, hanem amikor azt nézik, hogy hogyan lehetne közösen építeni azt, hogy még jobban legyen a cég. Ezek a történetek mennyire lehetnek publikusak? Erről lehet beszélni, én azt gondolom, hogy a múlt év ez pontosan erről szólt, a Covid szituációt a szakszervezet és kollégáink nélkül nem lehetett volna megoldani. Velük együtt agyaltunk estéket, éjszakákat, hogy lehet úgy megszervezni a munkát, a távollétet, hogy az túlélhető legyen, hogy ne veszítsük el a darabszámainkat, a munkatársaknak legyen pénze, és amikor jönnek vissza majd dolgozni, akkor lehetőleg maximális védettséget biztosítsunk. Szerintem a tavalyi év az egy ilyen best of sorozatot tudnék felsorolni, ahol Gyurival, Sanyival, Horváth Zolival és természetesen az összes többi kollégával együtt agyaltunk estékbe menőek, hogy mi a megoldás. Ganz toll, also ich habe gerade das Buch ja wirklich mal durchgeblättert. Ich habe natürlich ein Problem, dass ich die ungarische Sprache noch nicht so gut lesen kann. Ich
nagyszerű. Természetesen eddig csak átlapozni tudtam, és ezen kívül van még egy olyan problémám, hogy magyarul olvasni azért még annyira nem jól tudok, viszont államszép képek vannak benne, és azt is be kell vallanom, hogy 23 éve mindig valamilyen közöm már van az Audi Hungáriához, így nagyon sok a képeken szereplő embert ismerek, kisurat, németurat, Kelemen urat is, és úgy gondolom, hogy az Audi Hungáriáról, annak az eddig életéről lesz szép benyomást nyújt. Also erstmal ganz hervorragend, ez erstmal die Veranstaltung hier. Először is ez nagyon kitűnően sikerült rendezvény, és az első piros pontot azért is szeretném adni, hogy tényleg ilyen nagyszerűen sikerült megszervezni és lebonyolítani ezt, nagyszerűen élvezik ezt a gyerekek, a felnőttek, meg nekünk is kitűnő lehetőség arra, hogy beszéljünk, ápoljuk a kapcsolatainkat. Ez egy nagyon pozitív piros pontot érdemel, és emellett természetesen ismerem azt is, hogy a szakszervezet hogyan dolgozik az Audi Hungáriánál, az is egy piros pontot érdemel, hiszen nagyon fontos az, hogy együtt dolgozunk, végeredményben ugyanazokért az emberekért dolgozunk, ugyanazért az Audi Hungáriáért dolgozunk, ezért is nagyon fontos ez. Jó dolog egy olyan könyvet alkotni, ami visszatükrözi az elmúlt időszakot, az elmúlt 25 évet. A legfontosabb, hogy közös a célunk. Tehát a szakszervezet és a vállalatvezetés célja mindig közös. Egy sikeres vállalatot működtetni és üzemeltetni, egy jövőképes sikeres vállalatot üzemeltetni, ez a legfontosabb cél. Hogy erre a vállalatra számítani lehessen, hogy a gyermekeink, az ő gyermekeik is itt tudjanak dolgozni, és a vállalat fennmaradjon és fenntartható legyen, ezt mindenki megértette, és mindent ennek helyezünk alá. A szakszervezet ugyanígy gondolkodik, a szakszervezet most már eljutott arra a szintre, hogy a stratégiánkba is együtt gondolkodik velünk a mindennapokban, hogy tervezzük a programunkat, miként állítjuk össze a termelési rendünket, a termelési naptárunkat, segítenek nekünk, és próbálnak mindent elkövetni annak érdekében, hogy a rugalmasságunkat a legfőképpen ki tudjuk használni. Természetesen mindemellett az is nagyon fontos, hogy a munkatársaink érdekeit képviseljék, és úgy gondolom, hogy ezt nagyon jól csinálják. Először is nagyon örülök, hogy itt lehetek, és ez egy ilyen időutazás az embernek, visszamegy 7-8-9-10 évet vissza a tárgyalásokra, az közös felkészülésekre, a gazdasági válság megoldására, régi sztorik jönnek az embernek az eszébe, és ilyenkor látja, hogy tényleg eltelt az én időmben egy 10-15 év, amúgy az AHFS életében 25 év, az alatt tényleg felnő egy gyerek, és nagyon jó látni, hogy tényleg egy komoly szintre fejlődött fel maga a szakszervezeti munka, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó irány. Én nagyon kívánom nekik, hogy legyen még 25 év, bízom benne, hogy engem is meghívnak, és akkor újra 25 év múlva még komolyabban tudunk ünnepelni. Elhangzott az többször, hogy nagyon komoly fejlődésen ment keresztül az AHSF. Vezetőként mennyire tapasztalta azt, hogy évről évre egy picit talán könnyebb velük közösen dolgozni? Hát annak idején visszaemlékezek, én kezdő amatőrként, bár felkészülve és nem üres aktákkal, hogy a kiskönyvbe is írtam, jöttek, de komoly képzéseken vettek részt, szakértőket vontak be, jogi doktorátus szereztek, tehát magával az idővel, előre haladtával időt, energiát belefektettek, megszerezték a szakképesítést. Hát mondhatni, ahogy a németek szokták mondani, egyenlő szemmagasságba kerültek, és tényleg gazdaságilag, jogilag, társadalmilag, humánpolitikai részből felkészülve nagyon komoly szintet értek el, de ez mind a két félnek jó, hisz maga az Audi Hungária gyára is a egyik legkomolyabb és az egyik legnagyobb munkadó Magyarországon. Azt ki lehet mondani, hogyha valami egy nagyon erős szakszervezet, akkor az gyakorlatilag az egész gyárnak, az egész cégnek az imidzsét növeli? Egy gyár imidzsét a benne levő emberek növelik. Azt, hogy most egy szakszervezet erős vagy nem erős, vagy ki hogyan dolgozik, az sok mindent befolyásolhat, de mindig az embereken múlik. Egy munkavállalói oldal, illetve a menedzsment próbál közösen együtt megérteni, az emberek számára jó megoldásokat találni, jó termékeket tudnak gyártani együtt, az garantálja a sikert. Hogyha az Audi neve fölmerül, akkor mindig fönn van az, hogy nagyon jól van minden dokumentálva, tehát nyilván a szakszervezetnél ugyanez megvolt, de a dokumentumokból sztorikat kell építeni, azt gondolom, ez volt talán a legizgalmasabb része a feladatnak. Így van. A legelején megbeszéltük a fiúkkal, mert hogy csupa férfi van az Audi szakszervezet elnökségében, szóval megbeszéltük, hogy miután én kívülálló vagyok és újságíró közegből érkeztem, én a sztorikat keresem. És ezek a sztorik ott voltak megbújva egyébként, az Audi Hungáriának a havonta, azt hiszem akkor még az elén, vagy negyed évente megjelenő újságjaiban.
illetve az AUD Hungária független szakszervezet hírleveleiben, csak ezeket a sztorikat meg kellett találni. Minden héten, hogy el is hangzott, leültem velük beszélni, minden héten előtte átolvastam, hogy mi jelent meg. És amikor egy-egy ilyen történésre rákérdeztem, kiderült, hogy minden mögött van valami sztori, minden mögött van egy ember, van egy személy, aki érdekes. Tudok egy konkrét példát is mondani. A hírlevél egyik kiadásában szerepelt, hogy köszöntötték a 8000. szakszervezeti tagot. Ő egy nagyon csinos asszony volt, és én kértem, hogy a 25 interjú alany, egy pontosabban 26, mert a 2021-es év is egy interjú lett végül, szóval én kértem, hogy legyen ő az egyik interjú alany, aki nem elnökségi tag, ő egy bizalmi, akkor még csak mint tag lépett be az Audi független szakszervezethez. Vendéglátóiparból érkezett az interjú alanyom 2008. március 8-án, és ő lett a 8000. tag. Soha az életében a 8-as szám nem kísértette, semmi köze nem volt a 8-ashoz, nem volt névnapja 8-án, nem volt születésnapja, és minden, ami szakszervezet, valahogy a 8-ashoz kötötte. Ezek apróságok, de mégis élővé teszik. Én nagyon remélem, hogy élővé teszik ezt a könyvet, mint ahogy élővé teszi például Iváncsik Mihály is, aki szintén szakszervezeti tag, és ő elmondja, hogy egyébként szakszervezeti tagként, meg ott a csapatban, ahol ő dolgozik, ő ugyanazt képviselte, mint a pályán. Ő egy vezéregyeniség volt, ő szerette, hogyha hallgattak rá. És azt kell, hogy lássam, vagy be kell, hogy lássam, hogy azok az emberek, akik a szakszervezet bármilyen szintjén vannak, bizalmiként, tagként, elnökségként, nem csak, hogy értik azt, amit csinálnak, hanem szeretik egymást, és ez egy óriási erő, amit megint csak a könyv során tapasztaltam meg, én nem ismertem őket személyesen, tehát nem egy régi barátság volt az, ami összekötött minket, és ez alapozta meg azt, hogy végülis ezt a könyvet a mi csapatunk csinálta meg. Mint újságíró ismertem őket sajtótájékoztatón, meg amikor sztrájk volt, akkor én tudósítottam, de személyes kapcsolatban nem álltam velük. De most már tudom, hogy milyen emberek ezek, és ez óriási dolog, hogy ami elhangzott megint csak, hogy a bajtársiasság az egy olyan rettentő fontos dolog most egy közösségben, ami ráadásul most már 8-9-10 ezer tagot számlál, aminél nagyobb erő nincsen. És akkor most idézzünk fel néhány gondolatot az ünnepi beszédekből, ahol Szimacsek Tibor elsőként Szeles Szabolcs alpolgármestert szólította a mikrofonhoz. Nagyon kemény, egy nagyon erős szakszervezetről beszélünk, ami nagyon határozott pályát visz, egy nagyon határozott fellépés és nagyon határozott céltudatos munkával. És azt hiszem, hogy ez a fajta nyugodt erő és az a tempó, amit ők önök megfogalmaznak, ez hasznára van mindenkinek. Én úgy gondolom és úgy tudom, hogy az itt dolgozóknak ez nagyon fontos eleme. Nagyon fontos, hogy 9000 ember tagja. Ez majdnem egy városnyi tagja van ennek a szakszervezetnek. Csak ezzel a háttérrel, csak ilyen fontos, vagy ilyen mértékű felhatalmazással lehet ezt a fajta tevékenységet kiváltani, de ehhez az kell, hogy hiteles legyen a szakszervezet, ehhez az kell, hogy hiteles emberek vegyenek részt benne, és az kell, hogy hiteles emberek vezessék. És azt hiszem, hogy ezek a fogalmak igazak erre a szakszervezetre. Az Audi Hungária mit érhetne dolgozók humán erőforrás nélkül? Semmit, hiszen a legfontosabbak a dolgozók, és ahogy én is hallottam, már a Győrbe érkezése, alapítása után 3 évvel megalakult a szakszervezet, és az előbb ott ültem és nézegettem így szakszervezeti létszámokat, láttam, hogy a legnagyobb szakszervezet egyébként Magyarországon a pedagógusok szakszervezete, több mint 500 ezer tagja van. Én azt gondolom, hogy létszámarányosan, hogyha azt nézzük, hogy 9 ezer tagja van az Audi szakszervezetnek, akkor ez egy nagyon komoly szakszervezet, és tudom, hogy nagyon komoly bértárgyalások folynak minden évben az Audi vezetősége, illetve a szakszervezet között is. Az év, amikor az AHFS közösségének tagja lettem, idézem ebből a könyvből, a kiegyensúlyozott fejlődés, az erősödő pozíciók időszaka. A szervezettség 45%-os, ami csaknem 14%-kal magasabb az előző évnél. Idézet vége. Ma ez a szervezettség 75%-os. Tehát valóban jól ismerem a legfontosabb pillanatokat, azokat a mérföldköveket, amelyeken keresztül eljutottunk oda, ahol most vagyunk. Ez a közös út, ami legnagyobb sikerünk. Ma a jelenben ünnepelünk, az elmúlt 25 év pillanataira emlékezve, viszont én hangsúlyozom, hogy munkánk, az elért eredményeink, szakszervezetünk jövőt formáló hatását kell szem előtt tartanunk. Ahhoz, hogy 5, 10, 15, 20 vagy akár 25 év múlva egy hasonló, akkor már fél évszázados jubileumot tudjunk ünnepelni, az kell, hogy legyenek felkészített utódok, akik tovább viszik majd a zászlót, és mögöttük álljanak azok a munkatársak,
akik most 2021-ben csak nem 10 000-es tagságot képviselnek. Olyanok vagyunk, mint egy család. Mint a családban két testvér. A testvérek közt is vannak nézeteltérések. A nézeteltérések és különbségek vannak, egyetlen egy út van. Megérteni, odafordulni egymás iránt, megbeszélni ezeket, és közösen megkeresni a megoldásokat. Mindent megteszünk azért a mindennapokban, hogy legmagasabb rendű célunkat, mint munkaadóként, mint ti, munkavállalói érdekképviseletként kövessük, hogy olyan munkakörnyezetet, kereteket és hosszú távú foglalkoztatást biztosítsunk kollégáink számára, hogy 25, 50, 75, 100 év múlva is, és pont, itt Győrben sikereket érhessünk el közösen. A szakszervezet 25 éves évfordulója alkalmából szervezett könyvbemutató és ünnepségről természetesen nem hiányozhatott a jubileum számait hordozó torta sem.